Sziasztok! A mostani videóban újra megbeszéljük, hogy mit adtak, mit vettek a piaci guruk 2023 második negyedévében, vagyis azt fogjuk megbeszélni, hogy hol keresi a magas hozamot a pénz, illetve hogy hol nem. Kezdjük a sort a notóriusan összeomlást váró Michael Burry-vel, aki ugye annak idején a Big Short című filmalkotóit is megihlette, és hát a múlt héten attól volt hangos a pénzügyi sajtó, hogy ez a Burry ez már megint összeomlást vár, bár megjegyzem, ez ezért jellemző rá, mert folyamatosan ezt várja, de most meg is tette a téteket méghozzá nagyba, különösen saját alapjához képest, ám majd mit látni fogod, azért ez így nem feltétlenül igaz. Burry kiszállt a kínai részvényeiből, Alibaba volt a portfóliójának a legnagyobb tagja, ezt még különben 2022 végén vette, és azóta elég sokat emelkedett ez a részvény. Alapvetően az amerikai tőzsdén forgó részvényekből inkább eladott, egy keveset vásárolgatott is, de sokkal nagyobb volumenbe adott el. Ami a nagy összeomlás várásos szallagcímekhez vezetett, az a június végi portfóliójának top 2 összetevője, eladási opciókat vásárolt az S&P 500 és a Nasdaq indexeket követő ETF-ekre, vagy 1,6 milliárd dollár értékben. Ebből ugye akkor tud profitálni, hogyha a piacok csukafejest ugranak a mélybe, de azért az árfolyamok mindenképpen csökkennek. Azért ez az 1,6 milliárdos pozíció, azért nem feltétlenül van így, ugye Amerikában 100 részvényenként lehet ilyen részvényopciós csomagokat kötni, és hát lényegében az opciós kontraktusok számát megszorozták a részvényekkel, meg az árfolyamokkal, és így jött ki ez az 1,6 milliárd dollár, ami elég húzós Burry 233 millió dolláros alapjához képest. De jó eséllyel a valóságban azért ez ennél egy sokkal kisebb biznisz. Ugye opció esetében a lejárat dátuma, a lehívási árfolyam, az befolyásolja a pozíció értékét. Minél közelebb van a lejárat dátuma, annál kisebb értékű a befektetés. Itt ugye ezeket az adatokat nem ismerjük, valamint az is simán lehetséges, hogy ez egy ilyen összetettebb opció stratégia része, és van egy eladási lába is, de ezekben a 13F riportokban, ami alapján ez a videó is készül, csak a vételeket kell feltüntetni, tehát számos olyan adat van, amit nem ismerünk, és hogyha ismernénk, akkor simán lehet, hogy arra a következtetésre jutnánk, hogy hát ez a Burry ez hiába hajlamos világvége várásra, most úgy Isten igazából mégse teszi azt. Ugye ami miatt ez a múlt héten, amikor én szabadságon voltam, ez egy ilyen hangzatos főcímmel sok helyen, hát az így annak köszönhető, hogy a nyári uborka szezonban nem igazán volt más hír, valamint hát ez a klasszik internetes sajtó, az egy kicsit így kezd visszaszorulni, YouTube, Twitter meg hasonló csatornák által, és hát ugye még harsányabb címekkel akarják felhívni magukra a figyelmet. De a lényeg az, hogy még Burry esetében se kell ezen most összetolni a bokánkat, bár az különben kétségtelen tény, hogyha így az S&P 500 tőzsdeindexet nézzük, hát akkor az már inkább drága, sem mint olcsó. Ami Kínát illeti, ami ugye Burry Alibaba eladása kapcsán kerül most ide, szóval ez egy izgalmas történet, hát ugye a politbüró által eltervezett 5%-os gazdasági növekedés az idén nem fog összejönni, és hát a kínai gazdaság már elérte azt a méretet, amikor ugye a korábban megszokott 7 vagy 8%-os gazdasági növekedéseket, azokat már így elfelejthetjük, és így annál kisebb növekedéseket fogunk majd látni a jövőben. Úgy tűnik különben Kínában most éppen gazdasági modellváltást láthatunk, az eddigi adósságon alapuló növekedés helyett, ami így részben az ingatlanpiachoz, ingatlanpiaci beruházásokhoz kapcsolódott, más szeretnének látni, kicsit áttekerik a potmétereket, és ugye a technológiai szektortól, zöld technológiától, mesterséges intelligenciától, chipgyártástól várják a növekedést, ide tartozik különben napelemgyártás, aksigyártás, rengeteg minden, és amúgy különben utóbbi terület az idei év első fél évében 6,5%-kal növekedett, még az ingatlan az meg 8%-kal zuhant, de ennek ellenére az ingatlan szektor még mindig a kínai GDP 20%-áért felelős, az előbb említett mindenféle új technológiák, azok meg 17%-ért egyelőre, tehát itt még kell dolgoznia a kommunista pártnak, meg persze a vállalatoknak is. Az USA által bemutatott gazdasági stimulusokat, pénzesőt, azt a kínai politbüró egyenlőre elvetette, a fogyasztást azt úgy szeretnék felpörgetni, hogy a foglalkoztatottságot növelik, a vállalati szektor támogatása által, és ez a támogatás, ez így adócsökkentés jelent majd, számos okos kínai közgazdás szerint, hát aztán majd, hogy a
politikusokat mit döntenek, azt a fene se tudja, de azért az látszik különben, hogy ezek CEO-nök, ez így barátságosabb hangot üt meg, így a technológiai szektor vállalataival, meg úgy alapvetően a vállalati szektorral, mint korábban. Hát például a napokban olyat mondott, hogy a külföldi beruházók szellemi tulajdonát azt így sokkal jobban fogják védeni, mint eddig, mondjuk ez egy nem egy nagy kijelentés, mert eddig ez a védelem ez így kb. A nullával volt egyenlő, de azért mindenképpen pozitív változás, és hát erre szükség is van, mert a közvetlen külföldi tőke beáramlás az nagyon visszaesett, hát ugye részben a USA-Kína kereskedelmi háború következményeként. Az is látszik, hogy Kína nehezebben fogja utolérni az USA-t, mint azt korábban gondoltuk, valamint így azt is el lehet mondani szerintem, hogy a kínai piac az így erőteljesen túl van utálva, miközben jönnek már azért pozitív jelek onnan is. Folytassuk a sort a Berkshire Hathaway-jel és Warren Buffett-tel, aki most már 147 milliárd dollár cash-en csücsül, és 2023 második negyedévében közel 8 milliárd dollárral több részvényt adott el, mint amit vásárolt, vagyis ennyivel volt nettó eladó, ezen kívül még 1,4 milliárd dollárért vásárolta a saját Berkshire részvényeit, ami különben lényegesen kevesebb, mint az előző negyedévben volt. Nagyrészt eladta az Activision részvényeit, amin különben sokat nyert, ugye a Microsoft felvásárlás zöld lámpát kapott, ugrott az árfolyam, csökkentette a Chevron részesedését, vagy 1,4 milliárd dollárral, ami kicsit meglepő, mert az öreg az nagyon szereti az olajszektort. De ami meglepő volt számomra, az a három új részvény a portfóliójába, ez a három építőipari lakásépítő vállalat. Amúgy Buffették ismerik ezt az építőipari szektort, több az iparágba tevékenykedő céget birtokolnak, amelyek nem tőzsdei cégek, de a Berkshire birodalomba tartoznak. Ezek a lakásépítő cégek, amiket Buffett vásárolt, különben az átlagos árazásokhoz képest olcsónak tekinthetők, de azért azt látni kell, hogy az amerikai ingatlan piac most egy kicsit ilyen fagyott állapotban van. Ugye azok, akik korábban felvettek 2-3%-os jelzálog hitelt, azok nem szeretnék eladni a meglévő ingatlanjukat, és mondjuk egy nagyobb házat venni, de viszont 7%-os jelzáloghitelkamatot fizetni, meg ez a 7%-os jelzáloghitelkamat azért így sok embert visszatart a lakásvásárlástól. Ebből kifolyólag például ugye használt lakások eladása sokkal nehezebb, mint régebben volt, ami ingatlan árcsökkenéshez is vezethet, ami pedig nem tesz majd jót ugye az újépítésű ingatlanoknak, és ebből kifolyólag ezeknek a lakásépítő, házépítő cégeknek sem. Hát a jelenlegi szituáció az nem előnyös az ingatlanos cégek számára, Buffették minden bizonyan arra számíthatnak, hogy 2024-ben megindul a kamatcsökkentés, és akkor a jelzáloghitelek kamata is csökkenni fog, és nagyon sokan az elhalasztott vásárlásaikat azt nyílbeütik, az ingatlanpiac felpörög, és ebből kifolyólag ugye a lakásépítő, házépítő cégek biznisze is felpörög, aminek hatására robbanni fog az árbevétel meg hasonlók. Hát ugye ami kérdőjel lehet bennünk ennek kapcsán, hogy hát mennyire fog csökkenni az infláció, mert sokan azt várják, hogy az erőteljes csökkenés után újra kicsit emelkedni fog, meg hogy így a kamatcsökkentés az csak ugyan bekövetkezik-e. Amúgy különben, ugye a jegybank szerepét betöltő Fed a választás évében nem nagyon szokott semmit csinálni, hogy ne lehessen rásütni azt, hogy így beleszól a nagy politikába, azonban hát most olyan a szitu, hogy így nem tudnak hátradőlni és semmit csinálni, szóval ilyen szempontból izgalmas lesz, hát hogyha így a fehér házból valamiféle nyomást kapnak, akkor az így csak az lehet, hogy gyerekek, csökkentsétek a kamatot, már csak ugye azért, hogy az ingatlan piac ne dőljön be, és hogy minden jól legyen, és az emberek boldogak legyenek. Ugye ezek a 13F riportok az amerikai tőzsdén elérhető termékekre korlátozódnak, de azt tudni lehet, hogy Buffették növelték részesedésüket a nagy japán kereskedőház konglomerátumokban, amelyek közül számosnak a neve különben számunkra is ismerős lehet. Ezek speciális japán cégek, amelyek termékelőállítással, kereskedelemmel, árutőzsdei termékek kereskedésével, disztribúcióval, raktározással, ingatlan projektekkel is foglalkoznak, és gyakorlatilag a világ minden jelentősebb városába ott vannak, van egy lerakatuk, szóval így ismerik a helyi igényeket, helyi szokásokat. A japán tőzsde mostanában különben kifejezetten jól muzsikál, és hát vele természetesen Buffett cége is, és hát így a japán kereskedőház vásárlás kapcsán ugye ismét megmutatkozott Buffett zsenialitása, hogy az így 92 évesen még mindig jó ketyeknek neki a fogas kerekei, ugye hát egyrésztről azt így kiszúrta, hogy ezek így
alulértékelt cégek, vagy véletlenül azok voltak, mert azóta emelkedett rendesen, és hát így japán kamatkörnyezethez képest ilyen 2%-os osztalékhozammal bírnak, ami soknak számít, és gyakorlatilag japán ilyen hitelből ugye az osztalékhozam alatti hitelkamattal meg tudta ezeket vásárolni, azt követően nem kellett más csinálni, csak hátra dőlni, legalábbis a pénzügyi hírek arról szólnak, hogy Buffett ezt ilyen faramúzi módon oldotta meg, ami különben, hogyha így történt, akkor szerintem zseniális húzás volt. Hogyha a többi hosszú távra befektető veterán piaci guru tranzakcióit nézzük, hát ott is inkább azért az eladások domináltak, ugye emlékezzünk vissza, hogy Buffett is vagy 8 milliárd dollár értékben nettó eladó volt, már az amerikai piacot illetően. Mario Gabelli listája is tűzpiros, és a szintén hosszú távra befektető Chuck Akre is inkább eladogatott, portfóliójának amúgy különben a második legnagyobb tagja a Moody's hitelminősítő, amiről a legutóbbi videóban beszéltünk. Howard Marks veterán befektető csipegetett egy kicsit a kínai JD.com részvényeiből, ami ugye egy kínai logisztikai online kereskedő vállalat. Ugye a kínai piac nagyon sok okos ember szerint befektethetetlen, hát ez a Marks ez meg szeret szembe menni az árral, és az ilyen kijelentések az egy számára felhívás keringőre, úgyhogy vásárolt is egy kicsit, de ezt leszámítva amúgy különben az amerikai részvényekből ő is nettó eladó volt. Szóval úgy tűnik a veterán nagyágyú befektető 2023 második negyedévében az amerikai részvénypiacot illetően inkább eladók voltak, a feltörekvő ázsiai piacokat különben így összességében szeretik, Kína nélkül, illetve Japánt is szeretik. De olyan is van, aki azért vásárolgatott rendesen, mert hogy aktívan kezelt ETF-et működtet, oda pedig, hogyha beáramlik a tőke, akkor nincs mese vásárolni kell, ez pedig nem más, mint Cathie Wood, aki így a mesterséges intelligencia láz kapcsán mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeket vásárolt, új elem a portfóliójába a Meta, illetve vásárolt Palantírt, amit már különben korábban birtokolt, eladta, most újra vásárolt. Szóval itt összefoglalásképpen el lehet mondani, hogy hát így 2023-ban azért a piacok úgy szépen emelkedtek, különösen a második negyedévben, és az árak drágulásával, árak emelkedésével párhuzamosan a veterán befektetők étvágya az egyre inkább csökkent. Hát igen, a jó lehetőségek azok az mondjuk így fél éve, 9 hónapja voltak, és ez nem utólagos okoskodás, de hát piacok azok állandóan hullámoznak, jó lehetőségek még mindig jönnek, és ezzel a szép gondolattal be is fejezzük a videót, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, segítségetekre volt, akkor feliratkozás, like, megosztás, na meg hát várom a kommenteket a témában sok szeretettel. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!